A tudományos együttműködés terén a karok közötti kapcsolatok elmélyítéséért a tudományok tiszteletbeli doktora címmel dr. Dimitrije Kamanyin atomfizikus tüntették ki, aki az oroszországi Dubnai Egyesített Atomkutató Intézet nemzetközi együttműködési osztályának az igazgatója. Az Újvidéki Egyetem rektora kiemelte, a tiszteletbeli doktori cím a legnagyobb elismerések közé tartozik az egyetem oldaláról azok felé, akik nem közvetlen tagjai az intézménynek. Az orosz tudós nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozva sokat tett azért, hogy szerb kutatók is részt vegyenek az oroszországi intézet munkájában. Öregbítette az Újvidéki Egyetemnek és azon belül is a természettudományi matematikai kar fizikai tanszékének a hírnevét, hozzájárult ahhoz, hogy Szerbia is tagja legyen az Egyesített Intézetnek. Zdravko Jelusitja, a székvárosi képviselőtestület elnöke köszöntő beszédében kiemelte, az orosz tudós továbbra is nagykövete lesz az újvidéki egyetemi oktatásnak. Megtiszteltetés számomra, hogy tiszteletbeli doktori címmel tüntetett ki az Újvidéki Egyetem. Biztos vagyok abban, hogy ez a magas szintű bizalom az egyetem részéről tovább erősíti az Újvidéki Egyetem és az intézetünk közötti együttműködést. Rácsodálkozás állandó felülvizsgálás nélkül nincs tudomány, hangsúlyozta Pásztor István az ünnepségen. Ebben a nem egész 6 évtizedben az Újvidéki Egyetem egy olyan egyetemmé nőtte ki magát, amelyiknek tekintélye van nem csak Szerbiában, hanem régiós kitekintésben is. Nekem gyakran van alkalmam külföldiekkel találkoznom, akikkel együttműködünk, vagy az együttműködést tervezgetjük. Jóformán nincs olyan beszélgető partner, aki ne akarna az Újvidéki Egyetem különböző karaival együttműködni. Az Újvidéki Egyetemnek jelenleg mintegy 5000 foglalkoztatottja van. Évente közel 50 000 diák tanul itt. Ők 14 karon több mint 400 tanulmányi programban vehetnek részt.